Ez mi ez? Akkor innen folytatjuk. Sziasztok! Ez itt a Kincskeresők legújabb adása. Hol vagyunk? Porchester, New York állam. Ja. Találtunk itt a radaron egy, ugye Attila talált a térképen, a neten, hogy ez egy ilyen öreg rész, öreg fákkal. Ja. 30-as években ez a rész már így, ahogy most van itt volt, ezekkel az utcákkal, ezekkel a házakkal, úgyhogy talán lesz valami. Remélünk, érdekes. Pár ezüstérmét talán. Hát nézzünk körül akkor, gyerünk. Na itt van kérem ez a kis sziget. Zöld sziget. Ez egyébként egy körforgalom. De meghagyták ezt a szigetet. Ilyen nagyon-nagyon régi fákkal. Itt azért nagy eséllyel indulunk ezüstre. Akkor lássuk. Na, mi történt Attilám? Még én fel se vettem a fülhallgatómat, mi történt itt? Figyelj, azt hittem, hogy itt lesz egy 10 centes, végül is igazam lett. Körülbelül, mit mondjak, 2 cm mélyen. A pinpointerrel éreztem, hogy a tetején, hát mennyi ez, 2-3 cm? Pinpointerrel éreztem, hogy itt a tetején van, tehát azzal csak így körbe mentem egy kicsit. Aha. És első ásás egy ezüst 10 centes. 1946, ami azt jelenti, hogy a legelső év. Tehát csak egy évvel. A Rooseveltből. Egy évvel csúsztam el, igen. Hogyha egy évvel korábbi lett volna, akkor az Mercury Dime lett volna. Na, gyűjtsük. Így, így kezdésnek. Igen. Nem tudom, hogy szerinted kezdesz hinni nekem, mikor azt mondom, hogy van egy olyan érzésem, hogy jó helyet találtam? Aha. Nem? Nem hiszel? Nem. Ezt a dumát. Találtál valami jelet, Vili? Hát Attilám, itt kettőt léptem onnan tőled, ahol találtad azt a ezüst 10 centest, és itt, hát nézd meg, itt egy 80... Milyen jelek? 88-87. Aha. És nagyon, nagyon földfelszínen van. Aha. Akár csak az enyém, így látod? Van? Aha, szerintem csak a pinpointerrel menjél rá. Ja, itt most még ásás nélkül egyelőre rá. Ja, vidd arrébb a izét. Egy pillanat csak, hogy lássam, hogy hol van. Át tudod lépni a filmet? Aha. Itt voltam valahol? Ott, azon a részen. Lassan nézd, lehet, hogy... Elég erőse van állítva a pinpointeret? Hát kettesre. Szerintem az lehet, hogy kicsit kevés. Ott. Na. Patintsuk ki, hogy mi ez. Egy 25 centes. Nem ezüst. Centes. Hát igen, ez a 25 centes egyébként nekem mindig ilyen nagyon magas jeleket ad. Aha. De hát mindegy. Majd akkor az ezüst az majd a következő lesz, nem? Ja, reméljük. Hányat fogsz majd gyűjteni, Attila? Te mennyire tippelsz? Egy öttel innen átmegyünk a másik parkba. Aha, nekem az eddigi rekordom az 5. Azért tehát mondom. Tehát 5 fölött még sose találtam, úgyhogy jó lenne azt a rekordot ma megdönteni. Jó, megpróbáljuk. Na nézzük. Általában amikor magunknak vesszük egyszer-egyszer, akkor soha nem szokott semmi érdekes lelődni, de most itt azért hagytam itt a gépet, itt van egy ilyen 80-as jel, én úgy gondolom, hogy ez valami két incsem van, valami kis pénzérme lesz. Úgyhogy nézzük. Hát nem biztos, hogy ezüst, de lehet az is. Sose lehet tudni. Na, amikor a 80-asra ilyen 80-asra csak ilyen a sima pénz jön, van mikor ez is jön.
nincsenek mélyen a dolgok. Aha. Hát ez sajnos, gyerekek, ez egy 1 centes csak. Ráadásul nem a régi, nem a Whippen-i. Na, Attila is talált valamit, úgy látszik, mert hívott, hogy jöjjek. Na, mi a helyzet, Attila? Elég magas számok. Az mit jelent? Feljöttek, 83-84. A 25 centes az általában ilyen 85-86-87-tel jön föl a sima 25 centes, nem az ezüst. A 10 centesek meg általában ilyen 80-81-el. Itt van egyből a felszínen. Itt a pinpoint terem van, ugye az enyém nem csipog, mert én nem szeretem itt rémizgetni a lakosságot. Mint én. Mint te. És azt mutatja, hogy egyből itt van. Tehát egy kicsit épp, hogy ki kell túrnom. Reméljük, hogy egy ezüst lesz, de sose lehet tudni, és nem. És csak. Aha, 25 centes. 25 centes, tehát valami oknál fogva elég alacsony számmal jött föl. Egyébként ez az első 25 centes, amit találtam, de elég réginek tűnik. Nem tudom, hogy szerintem amilyen szerencsém van, általában ilyenkor 1965-öst, igen, egy 65-öst szoktam találni, ugye 64 az, amikor utoljára az ezüst 25 centes nyomták. Nem tudom most ebből kivenni, mert elég koszos. Nem jön ki bele. 74-es, velem egy idős. Ó, megtaláltad önmagadat végre? Meg, kérlek szépen. Úgyhogy ez egy kicsit becsapott. Becsapós volt, de hát ilyen felszínen vannak ezek a jóságok itt. Ja, nem kell túl mélyre menni. Ezt a környéket nem nagyon bolygatták. Úgy ezért. Néz ki. Még nem jártál erre. Ja, erre még nem jártam. Ismét van valami, Vili? Hát 90 fölötti jelek. Aha, milyen? Hát... nincs túl mélyen, két incsre van. Uh-huh. Nem is vágok túl mélyet. Mielőtt szó érné a ház elejét itt. Ja, hát ha nincs túl mélyen, akkor minek vágnál túl mélyet, nem? Hát persze. Meg vigyázni kell a környezetre, tudod. Ja. Lássuk a medvét. Na, mindjárt. Na, ott lesz. Már hozzáér szinte. Nem merek kaparni. Hát óvatosan, kicsit arrébb. Ó, mi ez? Oda néz. Milyen lónyál ez, Attilám? Ez valami ezüst medál. Wow. Oda néz. Wow. Ez hihetetlen. Hallod? Mekkora ezüst medál. Mi ez? Valami ezüst medál lesz ez. Ezüst? Ez garantálom, hogy ez ezüst. Ez ezüst. Te viccelsz velem? Hol van a jel? Ott? Nincs benne jel, várjál. Nincs benne jel, de innen látom, hogy ezüst, hát az abból a tarnisból. Te milyen gyönyörű ezüst ez. Igen, hát ez akkora, mint egy ezüst dollár. Ja, mert mondtam útközben, hogy levágom a dolláros, vagy valami. Akkor most vágod a nadrágot? Nem, mert egy dollárosról beszéltünk, ja. De ez biztos, hogy ezüst? Ja. Ez ezüst, hát én innen megnézem. Hogy nézzem? Súlyra. Oké, üreges, de... ez lehet, hogy szét lehet nyitni, nézd csak. Van rajta egy pánt, van benne valami, lehet, hogy egy kép van lehet benne. Lehet egy kép, vagy egy üzenet. Aha. Igen, ennek valahogy van egy nyitója. Ott fölül lehet szerintem kinyitni. Szerinted? Itt. Aha. Aha, megvan. Megvan. Oda néz. Ki van benne? Senki? Már nem látszik? Valami kép volt ebbe szerintem. Igen. És ez ezüst? Az ez ezüst, tuti, ezt ezüst. Garantálom, hogy ezüst. Lehet, hogy meg van jelölve valahol apró betűvel. Igen, ez a karika, amin volt, ez nem az. Az nem, az valami rézlánc. Ezt le is szedem. De az összes többi, annak ezüstnek kell lenni, Attila. Aha. Ó, amúgy meg ez kijön.
Ó, ez valami a mondom, ebben egy képet tartottak, csak úgy látszik már nincs benne a kép. Oda néz, apám. Hát 94, hát mondom, micsoda jel, érted? Csak amikor most, amikor, amikor pinpointoltam, szépen működik is. Ezt meg kell szépen tisztítani. Most egy picit közelebb itt még hagy vegyek. Amikor pinpointoltam, olyan hosszú volt, tudod? És azért gondoltam, igen, valami nagy dolog. Aztán igen, kicsit elég nagy bizonytalanodtam. Volt. Hát ez hihetetlen. Wow. Ez aztán a kezdés, mi? Ez az. Micsoda helyet találtál, Attila, hallod? Wow. Hát eddig elégedettek vagyunk ezzel a kis... Ebben az első 10 percben elég jól nyomtuk, nem? Hát 10 perce vagyunk itt. Talán. Talán 10 perc. Ja, még annyi se. Ez mi ez? Akkor innen folytatjuk. És régi lehet? Régi, hát persze, ez egy régi hely, nagyon régi. Wow! Nyolc van. Gyanítom, hogy egy centes. Itt. Centes, és nem is a régebbi fajta. Pinpointet meg előse kellett vennem. Nincs is más. Szépen temessük vissza. Így. Na. Ez vagy egy 10 centes, biztos, hogy nem egy centes, mert magasabb a hang. Szóval vagy egy 10 centes, vagy egy ezüst. Ott van a csomóban. Huszonöt centes. Újabb típusú. Most már Attilával nem fogok járni, mert ez mindig elhalásza. Gyere át a másik oldalra, mert még benne van a gödörben, amit találtam. Mit találtál? Ezüst, 25 centes. Hú, bazd meg, mi az 25 centes? Aha. Várjál, mindjárt ráizélek. Fókusz ez, én most jó. Na nézzük, várjál, világosítok, aha. Mi van ott? Hoppá, jaj, ki se akar jönni? Ki se akar jönni, kérem szépen? 1945. Szép állapotban van, még csak. Elég jó pofa még. Aha. Az igen, a pillanat. Megvan a 25 centis is. Nagyon szép állapotban van. Hát, megvan azért kopva. Hát meg, nincs rajta de... mindmark, úgyhogy ez Philadelphiában nyomták. Uh-huh. És nem is volt ez sem mélyen. Nem, itt semmi nincs mélyen. Úgyhogy elég jó. Elég jó a hely eddig. Eddig jó, ja. Vili, mi újság? Valami jó hír? Hozzáfűzni való van. Nem tudom, belenézzünk a lyukba? Aha. Hogy mi van itt? Egyébként ugyanúgy jött fel nekem jelekbe, ilyen 82-83. Még direkt nem nyújtam. Oda néz! 82-83, mint az egycentesek, érted? Aha. És egy Mercury Dime. 1910 létezik? 10 nincs. 16-tól nyomták.
Szerintem 19-es akkor. 19? Ja. Lehet, én innen nem bírom megmondani. Na, 19, azaz. 19, én szerintem 19, én nem, így nekem is. Közelebb megyünk. Így, aha. Aha, aha. Gyönyörű, kérlek szépen. Márha szép. Na, hát ez egy nagy öröm, mert ugye én ma még nem találtam ezüstérmét, és már kezdtem aggódni. Nem kell aggódnod, amíg engem látsz. Ezer, hát akkor kell aggódjak, mert mindent kirabolsz. Aha. Az összes földet. 1919-es, ilyen régit még nem is találtam ebben. Aha. 25-ös volt. Nézd meg a hátulján, hogy van-e mindmark. Ott az aljánál szokott lenni. Akarod, megmutatom, hol. Nincs. Nincs? A felirat alatt, nem? Ott a... S, ha S? Jól látom, aha. De aztán lehet, hogy D. Kicsit el van kopva, úgyhogy nehéz megmondani, de van rajta mindmark. Vagy S, vagy D, de nem... Én azt nem esem. Majd megmutatod, de én nem látom. Ja, megmutatom, hol van pontosan. Kéne egy szemüveg. Ja, lassan szemüveget kell hoznunk. Nem, ezek nagyon-nagyon pici mindmarkok. Úgyhogy marha nehéz meglátni, hogy főleg, hogyha el van kopva, mert az alja már le van kopva a betűnek. Sokkal könnyebben lehet látni, hogyha és így jó fénylik. Állapotban van. Aha. Ez a lényeg, hogy akár hány év után kiveszed a földből, és így fénylik. Milyen szép, nem? Őrület. Gratulálok. Lehet, beleteszem. Oké. Okay. Ja, köszi. Hogy, mint Attila? Elég jól. Találtam valamit, amiről nehéz megmondani, hogy mi az. Uh-huh. De ez egy régi rézérme. Nem az a Lars Szent, amit te is találtál, hanem valami más. Ez csak hát már lekopott. Token? Nem token, marha mélyen volt, úgyhogy szerintem ez valami régi rézérme. Csak uh-huh. Lekopott az egész. Nem igazán lehet belőle kivenni semmit, annyira le van kopva, hogy az évek során teljesen kisimult a föld alatt. Nincs semmi betűt vagy semmit nem lehet kivenni. De biztos, hogy érme. Igen, és ez mélyen volt. Látod az ezüstérmék itt milyen, ilyen 2-3-4 centi mélyen vannak, ez meg volt körülbelül egy olyan jó 10 centi mélyen, 10-12 centi mélyen volt. Hát igen. Úgyhogy valami marha régi. Van itt még lehet. Itt cucc szerintem ezen a részen. Hogyne, van rengeteg. Azért is csodálkoztam, hogy ilyen mély jel. Hogy mondom, mi a fene lehet, ami ilyen mélyen van, de hát ezek szerint valami régiség. Kár, hogy nincs rajta már semmi betű, amit ki lehet olvasni, mert az szuper lett volna. Ja. Mindegy, majd a következő. Kitartás. Na, itt a fa tövében, mivel én nagyon szeretem a fák tövét, elkezdtem keresgélni, ugye, ha belegondoltok, akkor itt ez a régi fa. Oda nézzetek mekkora. Ez itt van már, vagy 150-200 éve szerintem. És itt elkezdtem kapirgálni. Nézzetek, valami ott megcsillant. Na most biztos, hogy nem alumínium, mert annak mély hangot kaptam volna, ez szerintem ezüst, gyerekek. Mindjárt várjátok, állítok a kamerán. Aha. Mi ez? Mi ez? Ó! Egy ezüst, valami kis csokor, itt van sterling. Wow! Na, ez már a harmadik ezüstöm ma. Ugye volt ez a medál, egy 10 centes, most meg egy ilyen kis csokor. Na, hát ez gyönyörűséges. Nézzetek, ezüst. Vili,
úgy hallom ismét valami nagyon csipog a gépen. Magas jeleket kapok, 88-90, de itt van a föld felszínen. És lehet, hogy még ezzel a pinpointerrel is megtaláljuk. Gyanús, 25 centes is tudod, azok is... Nehogy valami fényes ezüst kibukkanjon innen. Igen, nehogy. Nehogy az legyen. Mert ma még nem találtam ezüstöt nagyon. Igen, igen. Ott van, már hozzáér valamihez. Óvatosan. Hopp, oda még. 25 centes, mondtam én neked. 25 centes. Oda néz. Wow, hát ilyen szép 25 centes. Na hát. Annyira be tud csapni ez a 25 centes, hogy... Átvernek mindig. Nem baj az, Attilám. Várom, már megvan az ezüst. Azt hiszem. Akkor ebédszünet, aztán innen folytatjuk. Okés. Okay.